Világi went clear in the second period. Jászberény volt az első magyar vidéki bemutató helyszíne az Egy mindenkiért című dokumentumfilmnek, amely Szilágyi Áron háromszoros olimpiai világ és Európa bajnok kardvívó ötkarikás cikluson keresztül történő felkészülését követte végig. A Lehel Filmszínház február 11-én megrendezett közönségtalálkozója a Nemzeti Tehetségközpont programjaként valósult meg, mely szervezet küldetése a hazai tehetséggondozás. Az a feladatunk, hogy a Nemzeti Tehetség programnak és a hozzá kapcsolódó kiemelt programoknak a megvalósítását végezzük el. Pályázatokat írunk ki, ösztöndíjasokat bírálunk el, mentorálunk, pedagógusokat képzünk. Nagyon széles körű a Nemzeti Tehetség Központnak a feladata. Két évvel ezelőtt találkoztunk Szilágyi Áronnal a Stipendium Peregrinum ösztöndíj program kapcsán, ami a Nemzeti Tehetség Központnak egy kiemelt projektje. Szilágyi Áron sikeres sportolói karrierje mellett szívügyének érzi a tehetséggondozást. Én rengeteg támogatást kaptam fiatal sportolóként az Egyesületemtől, a Szövetségtől, különböző tehetségtámogató programok keretében, és szeretnék visszaadni a következő generációnak valamit abból, amit én is kaptam, és amiből én rengeteget profitáltam. Fontosnak tartom ezeket a kezdeményezéseket, hiszen egyszerűen nem lehet eleget investálni a tehetségekbe, és olyan fantasztikus talentumaink vannak elrejtőzve a társadalomban, amire nem is gondolnánk. A sikeres olimpikont a szerencséről és az elképesztő eredményeihez hozzájáruló tényezőkről kérdeztük. Szerencse mindenhez kell az életben, én azt gondolom, tehát az, hogy felkeltem reggel és nem ütött el a busz az úton, az már egy szerencsés momentum. Ahhoz pedig, hogy valaki háromszoros olimpiai bajnok legyen, nem kell magyarázni, hogy egy vödörnyi, egy lavornyi szerencsére van szükség. Ugyanakkor ezzel nem igazán tudok foglalkozni, tehát ami nekem feladatom, az mindig a saját magam fejlesztése, az, hogy minél többet rakjak bele, hogy megfelelő munkamorállal álljak a felkészüléshez, hogy alázatosan dolgozzak, hogy ne szálljak el a sikerektől, de a kudarcokat is tudjam feldolgozni. Rengeteg összetevőből áll a sikernek az elérése. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb ezek közül a motiváció, mert hogyha valaki megtalálja azt a célt, amiért nap mint nap képes felkelni és kőkeményen dolgozni, oda tenni magát, az már félgyőzelem. A közönség találkozón részt vett Muhi András, a film rendezője is, aki 2016-ban azzal az ötlettel kereste fel a sportolót, hogy végigkövetné az olimpiai ciklust, ott lenne a versenyeken, edzőtáborokon, fontos eseményeken. Rövid gondolkozás után azért mondtam igent, mert a mi sportágunk azért ritkán, tulajdonképpen csak az olimpián van a reflektorfényben, és ez egy jó lehetőség, hogy megmutassuk, hogy amúgy mi hogy élünk, mit jelent ma Magyarországon és a nemzetközi mezőnyben vívónak lenni, milyen kihívásokkal szembesül az ember, és milyen közegben kell tudnia érvényesülni. A kirakaton túl az élsportolói lét kihívásait, nehézségeit, kudarcait és azok feldolgozását is bemutató filmet Rácz Zsófia, fiatalokért felelős helyettes államtitkár ajánlotta a közönségnek. Ez a film mindent meg fog mutatni, az, hogy milyen fent, és az, hogy milyen lent, és nekünk, fiataloknak pontosan ilyen példaképekre van szükségünk, mint Áron, akik megmutatják azt is, hogy milyen lent, milyen az, amikor nehéz, és milyen az, amikor küzdeni kell. Abban bízom, hogy ez másoknak jelenthet egy pici motivációt, elgondolkodtató lehet, levonnak belőle valami olyan tanúságot, amit én mondjuk most nem is tudok, hogy személyre szabottan ki mit visz haza, de egy-egy üzenettel mindenki távozik. Nekem nagyon tetszett a film, és szerintem nagyon előre mutató, hogy ilyen nagy sportágat választott, és hogy így megmutatta nekünk. Nagyon tetszett nekem az egész film, és vártam is, hogy meglegyen, és egy emberi pályafutásnak, annak a kitartásnak a beérett gyümölcséről, amit Szilágyi Áron életpályájában láttunk végig, mert az ő erőfeszítései, tehetsége, szorgalma, lehetőségei együtt ezt a csodálatos eredményt adták meg. Nekem a film nagyon sok mindent üzen, mert én is dokumentumfilm rendező mesterszakon tanulok a Színház és Filmművészeti Egyetemen, és nagy inspirációt jelentett számomra, hogy ide jöttek Jászberénybe is, ez az első vidéki bemutatója ennek a filmnek. Ez nekem is nagy löketet adott a tanulmányaim során. Nem véletlen, hogy Jászberény volt az első magyar vidéki bemutató helyszíne. Több szálon fűz a viszony Jászberényhez, egyrészt Gerevics Aladár nevelőedzőm édesapja, sportágunk egyik legnagyobb legendája, hétszeres olimpiai bajnoka itt született. Másrészt évek óta támogatom a Jászplasztika, a JP Autó.
illetve helyeket támogatva újra létrehozzunk vívást és egy vívó szakosztályt itt Jászberénybe. Nagyon jó lenne, hogyha egy újabb vidéki bázissal tudna bővülni a sportágunk. Történtek már egyeztetések, illetve egy koncepció is született, hogy hogyan tudnánk ezt Jászberényben megvalósítani. Egyelőre két utat látunk, ennek a kidolgozása még folyamatban van, de ami biztos, hogy a vasassal szoros együttműködéssel fog ezt megtörténni. Szívesen megtanulnák vívni, nagyon jó lenne kipróbálni ezt a sportrágot. A szervezők szeptemberben tervezik az indulást, addig is várják a vívás oktatási rend érdeklődők jelentkezését.